A japán kultúra kincsei címmel nyílt kiállítás az Árpád vezér általános iskola aulájában. A cél, hogy közelebb hozzák az emberekhez a távol-keleti kultúrát. November a japán kultúra hónapja. Ennek alkalmából japán hinababák és sodó, vagyis a hagyományos ecsetírás is bemutatkozik az Árpád vezér általános iskola ma megnyílt kiállításán. A tárlata Debreceni Tojama Egyesület közreműködésével jött létre. A Cévisvárosnak és Hajdúbihar vármegyének már mintegy 40 évre tekintenek vissza a kapcsolatai a távol-keleti országgal. A kiállítást jövő szerdáig tekinthetik meg az érdeklődők. Az a célunk vele, hogy megismertessük ezt a kultúrát a diákjainkkal, illetve az ide látogató vendégeinkkel, mert azt gondoljuk, hogy egy ilyen távoli, de nagyon tradicionális kultúrának az ismerete hozzátartozik az emberiség egyetemes kultúrájához.